A meleg és a nyár nem csak a pihenést és a nyaralást hozza magával a diákok számára, hanem akadnak szép számmal olyanok is, akik munkába állnak. Ebben az időszakban megugrik a jelentkezők száma, de vannak, akik az iskola mellett egész évben dolgoznak. Jelen pillanatban van munkánk, nem is kevés, viszont ilyenkor ugye jellemzően azért minden diák dolgozni szeretne, és a túljelentkezésre jellemző. Ez egyébként szépen lassan bele haladva a nyárba kiegyenlítődik majd. A Diák Szövetkezet részmunkaidős és 8 órás állás lehetőséget is biztosít a tanulóknak. Sokan csak egy hónapra vagy néhány hétre keresnek munkát, de vannak, akik az egész nyarat végig dolgozzák. A legkeresettebb állások közé a gyári és üzemi kisegítő munkák tartoznak. Amik nagyon keresett munkák ilyenkor általában az üzemi kisegítések, ugye a nagyobb gyárakban, pénztár, árufeltöltés, jellemzően ezeknél az egységeknél a szülők szabadságra mennek, ugye a gyárak dolgozói, és ilyenkor előszeretettel alkalmazzák a diákokat helyettük egy kis pótlásra, és ez mindenkinek jó, a diák is keres egy kis pénzt, és a cégnél sem esnek ki igazából a munkavégzésből. Ahogyan mostanában arról olvasni és hallani lehetett, vannak, akik irreálisan magas elvárásokkal rendelkeznek a fizetést illetően. A Ceglédi Diák Szövetkezet irodavezetője elmondta, ez inkább a már végzett diákokra vonatkozik. Azokra a diákokra vonatkozik, akik végeztek az iskolával és szeretnének elhelyezkedni a felnőtt munkaerőpiacon. Itt a diák foglalkoztatásban azért annyira még nem elrugaszkodottak az árak, de alapesetben az igaz, hogy ugyanazt a bért azért nekik is meg kell adni, mint a felnőtteknek, tehát a minimál bérnél nem kereshetnek kevesebbet. Viszont ez még így is megéri a cégnek, ugyanis azért a diák foglalkoztatásnak lényegesen kevesebb adóterhe van, mint hogyha hogy saját állományba foglalkoztatják a munkavállalókat. A várható bér egyébként 794 és 1257 forint közé esik. A regisztrációhoz személyi és diákigazolványra, taj és adókártyára, valamint iskola látogatási igazolásra van szükség. A Ceglédi Diák Szövetkezetnek jelenleg 200-300 tagja van, de folyamatosan várják a jelentkezőket.